Elnök úr, tisztelt ház! Veszprém megye maga és 217 települése egyaránt is jelentős történelmi múlttal, kulturális gazdagsággal, turisztikai gazdasági jelentőséggel bír, de ezek között is kiemelkedik a földrajzi és természeti szépségével a Balaton felvidék. A térségben már a római korban is éltek emberek a kedvező természeti feltételek miatt. Az erdők bőséges élelmet, építőanyagot, a környékbeli dombok, finom borokat biztosítottak az itt élőknek. A természeti és földrajzi szépségű tájból magasodik ki a Keszthelyi-hegység, amely északi oldalán a Lesence-patak mellett terül el, az ősi Tomaj nemzetség volt családi fészke, a ma 1120 fős Lesence-Tomaj 7 kilométerre a Balatontól. A Tomaj nemzetség az ősi birtokot mindvégig uralta, a család teljes kihalásáig. A 16. századi okiratok a települést a községen átfolyó patakra utalva már Lesence-Tomaj néven említik. A település, illetve közvetlen környezete feltételezhetően kedvező fekvés miatt már a római korban is lakott volt. Erre utal az 1802-ben a falu határában fellelt feliratos kő, amelyet Jupiter tiszteletére állíthattak a római légió katonái. Az első írás, amely a községet említi, az 1121-ben keletkezett almádi apátság alapító levele. A templom melletti temetőből került elő az a vörösmárvány sírkő, amely 1400-ban elhunyt Tomai Pál emlékét örökítette meg. A későbbiekben egyre több írás, feljegyzés említi a település nevét fontosabb eseményekkel és cselekményekkel kapcsolatban. 1518-ban Tomai Ferenc itteni birtokait II. Lajos király elkobozta. 1564-ben a község és környéke már a veszprémi főispán birtokában volt. A török hódítás a települést nem kímélte, elpusztult a Lesence patakon álló 4 vízimalom, majd a falu is lassan elnéptelenedett. 1678-ban a falu akkori földbirtokosa Lengyel János újjáépíteti. A fejlődést Tóti Lengyel Krisztinának, Nedeczei Nedecki Károly kancellárjai referense kötött házassága indította el. Az új földbirtokos 1752-ben felépítette a ma is álló barokk stílusú kastélyt, valamint a régi romokból a mai templomot. A fejlődés magával hozta a lakosság létszámának lassú növekedését is, amely 1770-ben a nemesekkel együtt már 524 fő. A fő megélhetési forrást a szőlő- és gesztenyetermesztés, valamint a balatoni halászat jelentette. Lesence-Tomaj utolsó nagybirtokosai Hertelendi Ferenc és gróf Károly István voltak. A Károlyi birtok 1945-ben állami kézbe került, a kastély 1955 óta pszichiátriai betegek otthona. Lesence-Tomaj címere vízszintes kék pólyával vágott, csücskös talpú tárcsa pajzs. Felső vörös mezejében jobbra fordult arany griffmadár, alsó arany mezejében jobbra fordult vörös medve látható, amelynek nyaka fekete nyilvesszővel van átlőve. A falu melletti Keszthelyi-hegységből csodálatos látvány tárul elénk. A tapolcai medencéből kimagasló tanúhegyek, a Szent György-hegy, a Badacsony, a Gulács és a Szigligeti vár mögül bújik elénk a tó, a mindenki által kedvelt Balaton. A település körül több túraútvonal is lehetőség ad a kerékpározásra, a túrázásra és a kirándulásra. Lesence-Tomajnak nem csak múltja, történelme tiszteletre méltó, hanem jelene és jövője is. Jó érzés látni a tiszta utcákat, a takaros portákat, az épülő és megújuló családi házakat. A település szépül, fejlődik, lakosai magukérnek érzik a falut. A hegységben munkálkodó borászok a szőlőkben nem csak megélhetést találnak, hanem örömüket is lelhetik abban, hogy a minőségi balatonfelvidéki borok a turisták kedvelt és örömmel fogyasztott itala. Köszönjük a településnek a történelmi múlt és a magyar keresztény-európai kultúra 9 évszázados őrzését. Kívánom, hogy Lesence-Tomaj lakói és a hegységben fáradozók az elkövetkezendő évszázadokban is találják meg boldogulásukat és boldogságukat. Isten éltesse a 900 éves Lesence-Tomajt. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen!